Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elkezdték a felkészülést a nyíregyházi férfi kosarasok. Hazai pályán kapott ki a nyitófordulóban a kisvárdai futballcsapat. Négy frontos helytállásra készülnek a Fátum Nyíregyháza röplabdázói. Az NB1-re gyűjtik az erőt a kisvárdai női kézilabdázók. Hatodik lett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Leveleki Bence. Németországba teszi át székhelyét az aszlai teniszező Majoros Bence. Elkezdték a felkészülést a Marsó Nyíregyháza kosárlabdázói. A Sitko által irányított együttes a tervek szerint 10-12 edzőmérkőzés játszik az október elején esedékes bajnoki rajtig. Nagyon örülök neki, hogy végre hozzá láthat a csapat a felkészüléshez. Ugye ez az időszak, amikor pihenünk és nincs bajnokság, az érdekes kérdés, mert mindenki nagyon várja már, hogy mikor tudja folytatni. A bajnokság végére ez persze mindig átalakul, de érdekes. A lényeg, hogy örülök neki, hogy újra elkezdhettük. Az első időszakban természetesen hozzá kell szokni újra a munkához, a napi rendszerességhez, amit megkövetel az edzés munkánk. Aztán utána szépen meg kell szereznünk a megfelelő kondíciót, a taktikai képzést, be kell építeni a légiósokat és hasonló, és utána indulnia kell a bajnokságnak, és már most nagyon várjuk, hogy mikor fogják feldobni a labdát az új bajnokságban. Mekkora gondot jelent az, hogy ugye a Bújtyagyi csarnokban nem tudtak edzeni, és hát a meccseket sem ott játszátok majd? Természetesen nem kis probléma. Igazából ez kényelmi problémát jelent a játékosoknak, illetve a nézőknek is sajnos. Szeretnénk megoldani, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, és ne jelentsen problémát senkinek, de ugye a játékosoknál az a megszokott ritmus, hogy behozhatják a ruháikat, ott hagyják, és mindig ugyanabban az öltözőbe érkeznek, ez nem fog működni. Mindig helyet kell találnunk az edzésekre, illetve nem nagyon tudjuk tervezni előre azt sem, hogy mikor, hol fogunk edzeni. De mivel mindenki itt van minden edzésen, alapvetően profi csapatról beszélünk, nem jelenthet problémát. Mindenki alkalmazkodni fog ezekhez a körülményekhez, és meg kell, hogy tudjuk oldani. Vannak visszatérő játékosok, Lekli Józsi, Busz Iván, vannak fiatalok, légiósok még érkeznek. Milyen csapatot láthat majd a nyíregyházi közönség a bajnoki meccseken? Azt szeretném, hogy egy küzdő, fiatal, harcos és gyorsan kosárlabdázó csapatot lásson a közönségünk, és természetesen olyat, akik nagyon sok mérkőzést tudnak megnyerni. Azért dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Szeretném, hogyha olyan csapat alakulna ki, akinek a magját nyíregyházi játékosok alkotják, és ki tudnánk alakítani egy olyan központot, akikre éveken keresztül lehetne építeni a nyíregyházi kosárlabdázást. Hogyan néz ki a felkészülési meccsek programja? Kezd kialakulni ez a program. Igazából itt még tárgyalásokban vagyunk. Ahogyan a mai napon kinéz, szeretnénk Nagyváradra kimenni edzőmérkőzéseket játszani, ez augusztus 20-a körül realizálódhat, szerintem 21-22 vagy 22-23, majd Kassán is szeretnénk edzőmérkőzéseket játszani. Itt szeretném, ha a fiatalok is velünk tartanának, és ők is a korosztályukkal megfelelő edzőtáborban, illetve megfelelő edzőmérkőzéseken vehetnek részt, és ez is talán az első lépése annak, vagy talán a többedik lépése. Szeretném, hogyha a fiatalok magukénak éreznék a felnőtt csapatot, és közelebb kerülnének hozzá, és egy nyíregyházán kosárlabdázó fiatalnak célja lenne az, hogy a felnőtt csapatba kerülhessen. Majd utána három tornát szeretnék a kettő Szlovákiában, Kassán, Svidben, illetve a Göcsei kupán szeretném, ha részt tudnánk venni Zalaegerszegen. Ez elég sok mérkőzést jelent, 13 mérkőzést körülbelül, de a megváltozott légiós szabály miatt szeretném, hogyha nem nyúlnánk mellé, és nem kellene a szezon közben nagy változtatásokat végrehajtani majd. Egy viszonylag hosszú szünet után kezdtétek el a felkészülés, ilyenkor a játékosok várják már, hogy elkezdődjön a munka? Hát igen, furcsa módon a pihenést is meg lehet unni, illetve már a hosszú szünetben, ugye aki szereti a sportot, aznál vágyik a kosárlabdára. Én személy szerint vártam, már örülök, hogy elkezdtük a felkészülést, de szerintem a fiúk is így vannak vele. Több új játékos érkezett a csapathoz, jönnek a légiósok, akik szintén újak lesznek. Milyen együttesre számítasz? Én szeretném, hogyha erős csapatunk lenne. Úgy néz ki, hogy ezekkel a visszatérő játékosokkal, akik már ugye nem újak, mert nyíregyháziak, szerintem velük erősödtünk. Nagyon remélem, hogy a légiós választásunk is jó lesz, és velük is erősödni fogunk. Én remélem, hogy a középmezőnek az elején
végezhetünk az alapszakaszba, és tényleg sikerül az a célunk, hogy 8-ba kerüljünk az idén. Magadtól milyen szezont vársz? Én szeretnék mindig jobban teljesíteni, tehát most is jobb szezont szeretnék elérni, mint a tavalyi évben, és remélem, hogy sikerülni is fog. Nyírenj! Háza! Vereséggel kezdte a szezont a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 nyitófordulójában Sós Imre együttes a Csákvárt fogadta, és a vendégek 4-3-as győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Úgy indult a mérkőzés, ahogy elterveztük, rá akartunk menni a csákvári csapatra, az elején gólokat szerezni, ez meg volt, tökéletesen ült minden. Úgy gondolom, hogy fiesztának indult ez a mérkőzés, temetés lett sajnos a vége. De hát akármilyen ellenfél ellen 2-0-ás vezetésű emberhátrányba is, igaz, hogy ez nagyon korai volt, de le kellett volna tudni hozni ezt a mérkőzést, óvodás gólokat kaptunk, saját magunkat vertük meg. Meleg is volt azért 70 perc ember hátrányban, csak 70 perc elképzelt, hogy a végén egy picit elfáradt a csapat. Én úgy láttam, hogy a harmadik gól is egy óriási egyéni hibából esett. Cserélni akartam abban a pillanatban, amikor a harmadikat ugye mi berúgtunk és újra előnybe kerültünk. Csak mire lereagáltuk, addigra jött ez a gól. Én éreztem, hogy nagyon szélesen védekezünk, tehát be akartam vinni egy harmadik belső védőt arra a szituációra, és pont azzal vertek meg bennünket, hogy mire a csere meg lett volna, ott volt egy szélességi tolódási hiba. Abból rúgták a harmadik gólt, a negyediknél meg egyszerűen nem tudom, hogy mit csinált a játékosunk, gurult a labda, ha egyet lép, kirúgja a stadionból, ehelyett a védő vagy a csatár lépett oda és bevágta a kapuba. Nagyon fontos lett volna a jó rajt, hiszen 4 meccset itthon játszik Zsinórban a bajnokság elején a csapat. Gondolom most azért lényegesen nagyobb lesz a nyomás a következő hazai meccsen, mint ha ez a mérkőzés másként alakult volna. Hát természetesen tudtuk, hogyha hazai pályán ezt a mérkőzést megnyeri a csapat, akkor az egy lendületet is adhat. Ezzel szemben megint fel van adva a lecke, hiszen a Gyirmót fog ide érkezni a következő fordulóba, ami nem lesz egy egyszerű feladat. De hát ahogy a Gyirmót meg tudta verni a Rómát, úgy nekünk meg kell verni a Gyirmót, ott ennyi. A 6. percben 2-0-as hazai vezetésnél gondolta volna, hogy végül győzelemmel távoznak Kisvárdáról. Őszinte megmondom, hogy nem. Nagyon meglepett minket a Kisvárda, bár készültünk arra, hogy felfogadott hangulatban fognak pályára lépni az első hazai mérkőzésükre a bajnokságban, és így is tettek, megleptek minket. Mindjárt 6. percben 2 gólos hátrány nem könnyű esett, és azt kell mondjam, hogy büszke vagyok a csapatra, hiszen fel tudott állni ebből a nehéz helyzetből. Igaz, hozzájárult ehhez a kiállítás és a 11-es is, de hát oda kellett kerülnünk, ezt hál' Istennek sikerült megoldanunk. A második fél időben meggyőződésem, hogy közelebb álltunk végig a győzelemhez, és annak ellenére, hogy ismét az ellenfél szerzett vezetést 3-2-re, 10 perccel a vége előtt sikerült talpra állnunk, és 2 rágba szabott góllal megfordítani a mérkőzést, úgyhogy ez a tovább a csapatnak. Elkezdték a felkészülést a Fátum Nyíregyháza röplabdázói. A Kőhalmi Rihárd által irányított együttes az NB1 és a Magyar Kupa mellett pályára lép majd a Challenge Kupában és a Közép-Európai Ligában is. A röplabdás lányok is elkezdték a felkészülést, kezdjük először a változásokkal. Milyen változások voltak a szakmai stábban, illetve a játékos keretben? Gyakorlatilag megpróbáltuk megtartani a tavalyi csapatot. Ezt a Hansperger Panni keresztül húzta, de hál' Istennek sikeres felvételt nyert Budapestre, úgyhogy ő egyetemi tanulmányait fogja elkezdeni, ő távozik a csapatból. A többiek azonban itt maradnak, kivételt képez most már ugye nem rejtem VKL Erdősné Balog Erikát, aki remélhetőleg most már nem fog visszaállni, és a szakmai stábba is ő, mint technikai vezető és az utánpótlás teljes szakágának a vezetését fogja csinálni, úgyhogy segítem az idei évben Natalia Akimova lesz. Az új játékosokról is ejtenék egy pár szót. 2 miskolci kislány sikerült ideigazolnunk. A Kundrák Eszter személyében egy 14 éves, most 8-os kislányról van szó, aki ifjúsági válogatott keretben benne van, nagy reménység, és egy már felnőtt játékos, Sitkei Mariant, aki centerposzton lesz bevethető. A saját utánpótlásunkból pedig Tóth Fruzsinát sikerült libero pozícióba felhoznunk, úgyhogy így fogjuk megkezdeni az idei felkészülést. Mi a helyzet a légiósokkal? A légiósok már elmenetekkel előtt aláírták a következő évi szerződésüket, úgyhogy őket mindenféleképpen augusztus közepén visszavárjuk, és megpróbáltunk még egy erősítést bevetni, ő pedig egy trinidadi lány, ő a szeptember elején várható. A hazai bajnokság, illetve
kupa mellett a nemzetközi porondra is kilép a csapat. Ennek köszönhető, hogy viszonylag hamar elkezdtétek a felkészülés, holott a bajnokság majd csak október közepén rajta. Így van, az Európa bajnokság miatt, ahova kijutott a magyar női röplabda válogatott, a bajnokság kezdete is eltolódik október közepére, ahogy mondtad, de szeptember közepén már vélhetően a MEVZA tornák elkezdődnek, ahova a csapatunk is megpróbál benevezni, és megpróbáljuk annak a lehetőségét, hogy ezekkel a mérkőzésekkel készüljünk a bajnokságra, de több fronton is szerepet fogunk vállalni, a bajnokságban, a Magyar Kupában, és ahogy említetted, a Challenge Kupában is. Bajnokságban mi a célkitűzés? Én azt gondolom, hogy más célkitűzés nem lehet, mint hogy a tavalyi ötödik helynek az Uber felülírása. Tehát azt gondolom, hogy négy közé kell kerülnünk. Én annak örülnék a legjobban, ha valami érem kerülne a lányok nyakába. Egyike vagy a csapat új játékosainak, egy rövid bemutatkozást kérni, mit kell tudni róla az eddigi pályafutásodról. Én Sitkei Marian vagyok, 22 éves, 2009 óta játszom a Miskolci NB1-es csapatban. Ez az első eset, amikor másik csapathoz igazolok. Mi volt a vonzó a nyíregyháziak megkeresésében? Igazából jobb csapat, profibb körülmények. Az NVSC-nél elég nehéz a helyzet jobban, úgyhogy nem volt kérdés az igazolásom. A nyíregyházi csapat több fronton is indul majd a következő szezonban. Kőhar Mirihád mit mondott, mit vár tőled? Mindenféleképpen az a teljesítményt, amit eddig is nyújtottam, nem hiába keresett meg engem, de szeretnék, mivel ez egy jobb csapat, nyilván fejlődnöm kell nagyon sokat, és ebben való helytállás szerintem az elsőleges. Nem nagyon régóta, hogy ide mégis milyenek az első benyomások? Nagyon pozitív, tényleg. Amit eddig hallottam ismerősöktől, az bevált mind a város részéről, mind a csapat részéről, nagyon pozitív a visszajelzés. Voltak esetleg ismerősök, régebb ismerősök a nyíregyházi csapatban? Nem, teljesen újként jöttem, csak annyit ismerek a lányokról, amit így meccsen szembe, amikor találkoztunk. Napi két edzésre készülnek az NB1-ben rajtjára a kisvárdai női kézlabdázók. Rácz Sándor újonc együttesének célja a biztos bemaradás kiharcolása a másodosztály keleti csoportjában. Néhány játékos távozott, helyette igazoltunk, tehát négy játékost, még nem végleges a keret. Azon dolgozunk, hogy esetleg még oldalágról tudjunk erősítést. Vannak sérült játékosaink, akik majd menet közben fognak visszatérni. Nevesítsük az érkezőket, kik és honnan jöttek eddig. Jött egy román kapus, aki Nagybányán nevelkedett, de Izlandon játszott. Jött a Lévai Zsófi, aki a Nyíradonyban volt, ő már dolgozni is fog, diplomája van és mellette fog. Jött a Tarjáni Szilvi, aki beálló és örömmel fogadtuk. Komzer Laudia, aki balszélső, és a Gidai Eszter Békéscsabáról. Gyakorlatilag új csapatot kell építeni, a felkészülés második hetét kezdték meg. Hogyan nézett ki az első hét, és mi a további program? Hát az első hét az ilyen felvezetés, ismerkedés, tehát hét helyről verbúválódott most össze ez a heterogén társaság. Szintre rázás és a alapozás, szó szerint technikai, taktikai és nyilván a kondicionális képességeknek a felvezetése megfelelő sorrendben. Nagy hagyománya van Kisváron a női kézlabdának. Milyen a várakozási csapattal szemben? Hát én úgy fogalmaztam meg a csapatnak, hogy egy szerethető csapattá kell, hogy alakuljunk. A játékunkon azt kell látni majd, hogy egy férfiasan kemény, dinamikus, a korszerűségnek mindenkor elegettevő játékot kell, hogy produkáljunk, és összességében egy nyugodt bennmaradás reményébe vágunk neki ennek a szezonnak. A mezőny egyelőre ismeretlen, mégis mit lehet tudni az ellenfelekről? Aki nem hibázott tavaly az NB1-be, az fölment első osztályba. Aki csak kettőt hibázott, a Kecskemét, az itt maradt. Velük fogunk kezdeni. Van két szegedi csapat, illetve akik korábban is itt voltak a keleti régióban, környékünkön, Hajdunánás, Debrecen, Orosháza, és itt tovább. Kik ellen játszik majd felkészülési meccset a csapat, és esetleg indul a tornán? Tornákra fogunk menni, illetve jó szomszédi kapcsolatunk van a szlovákokkal, ukránokkal. Első tornánk az Hajdunánáson, majd Budapestre megyünk, Orosházára, Egerrel fogunk meccset játszani. Úgyhogy összességében az a várt mérkőzés szám, ami egy bajnokin szükségeltetik, 13-14 mérkőzés meg lesz. Egyike vagy az új játékosoknak, egy rövid bemutatkozást kérnénk, mit kell tudni rólad a pályafutásodról? Lévei Zsufi vagyok, 26 éves. Hát, amit érdemesnek tartok megemlíteni, az, hogy NB1-be játszottam egy évet Makón, és két évet a Kornexinél,
és külföldön is játszottam a Bundesliga 2-ben. Miért mondtál most igent a kisvárdai megkeresésre, mi vonzott ebben az ajánlatban? Az edző feltétlenül, meg a leendő csapattársak. Sok mindenkit ismertem innen Kisvárdáról, talán jó ajánlatot kaptam, és sikerült egy állást megpályáznom, és tudok majd itt tanítani. Milyenek az első benyomások? Az nagyon sok új játékos van a csapatban, és hát Rácz Sándort ismerve azért gondolom, hogy meglehetősen kemény napok, hetek állnak előttetek. Igen, nagyon pozitív összességében a benyomás, jók az edzések, nagyon kemények, de nagyon jók a csapattársaim is, szerintem jó képességűek és lelkesek. Többek számára újdonság lesz az NB1-ben mezőny, te azért minden bizonnyal jobban ismered. Milyen bajnokságra számítasz, mivel lennél elégedett szezon végére? Én egy erős középmezőnnyel, tehát most feljutó csapat, sok új játékosra, szerintem össze kell szoknunk, és nagyon sok másik csapat is erősített idén. Japán irányítót igazolt a nyíregyházi KC. Atsushi Mekaru több élvonalbeli csapatban is szerepelt, legutóbb pedig a Balmazújváros színeiben az alapszakasz gólkirálya lett a 30 éves játékos. Japán válogatott játékos igazolt a nyíregyházi kézilabdaklub. Hogyan került képbe az irányító és mi szólt a leigazolása mellett? Ő már ugye 3 éve kézilabdázik Magyarországon, a Mekaru, és természetesen üde színfoltja volt a magyar bajnokságnak, és jó magam is, annak ellenére, hogy nem NB1-ben játszunk, azért én nyomon követtem az NB1-es bajnokságot. Sőt, a gyerekkori barátom, a Tóth Edmond, aki volt szerencsé együtt kézlabdázni vele Kecskeméten, ő hívta fel a figyelmet rá. Úgyhogy a Mekaru, illetve játszottunk a Balmazújvárosban, hiszen a tavalyi évet Balmazújvárosban töltötte, akkor már felfigyeltünk az ő játék tudására, játék intelligenciájára, és a nyári játékozolások kapcsán szóba került az, hogy ő esetleg igazolható. Megkerestük a menedzserét, aki egyébként az egyetemen csoporttársam volt, és összejött ez a megállapodás, aminek egyébként nagyon örülünk. Egy ilyen játékos leigazolása azt sejteti, hogy komoly célokat dédelget a klub. Egy bronzérem és egy ezüstérem után kimondva, vagy kimondatlan az arany cél? Természetesen szeretném mindenképpen harcban lenni a feljutásért. Ahogy azt elmondtam a sajtótájékoztatón, ez nem lesz könnyű, hiszen 4, én azt gondolom, azonos képességű csapat fog itt harcba szállni a végső győzelemért. Ennek egyik esélyese szintén, tehát vagyunk mi a Nyíregyháza, de azt el kell mondani, hogy rajtunk kívül a Ferencváros, a Békés, illetve az Algyő is hasonló játékerőt képvisel. Én azt gondolom, hogy ebbe a kiegyensúlyozott bajnokságban tényleg nüanszokon fog múlni a bajnokság. Én azt gondolom, hogy 16 évig volt első osztályú klubja a Nyíregyházának. Természetesen szeretnék ezt úgy dízelve, ezt a sormintát folytatni, és amennyiben lehet megnyerni a bajnokságot. Voltak már a japán játékos előtt is érkezők, várható még új igazolás? Igen, egy beállót szeretném még igazolni. Akik érkeztek, két kapus érkezett hozzánk, jobbszélre Munkácsi Máté, ő tiszavasvári kötődésű, a Vásztól érkezett, de van még egy beállós poszt, amit szeretném megerősíteni. Amennyiben sikerül, ez egy nagyon jó dolog lenne, hanem akkor sincs, nem vagyunk kétségbe esve. Igazából én 90%-ban lezártnak tekintem az átigazolásunkat, és már tényleg ezt az elkövetkező, hogy hátulévő 6 hetet azzal szeretnénk tölteni, hogy minél jobb formában hozni a csapatot, és minél jobb eredményt elérni, hiszen az első bajnokink egyből itt van a ferencvárosai rangadó. Egy első osztályi csapattól szerződött, egy másodosztályi csapathoz mi volt vonzó a Nyíregyháza ajánlatában? Tanulni érkeztem Magyarországra, ezért is szerepeltem több klubban. Nyíregyházán is arra vagyok kíváncsi, mennyivel leszek jobb játékos, miközben szeretném céljai elérésében segíteni a csapatot. Hogyan jellemezni magát, milyen játékos láthatnak majd a nyíregyházi szurkolók a pályán? Japános játékot szeretnék játszani. Az a célom, hogy egy megalkuvást nem tűrő, céljait elérő harcos kézilabdázót lásson személyemben a közönség. Két aranyéremmel tértek haza a Maroskupáról a nyíregyházi tekézők. A marosvásárhelyi hadcsapatos nemzetközi tornán az NTK bizonyult a legjobbnak, egyéniben pedig Magyarósi Péter szerezte meg a győzelmet. Nem a teljes komplet csapat utaztunk, mert Finta Zoltán és Hakker Dezső nem tudott családokok miatt eljönni velünk, de gyakorlatilag az utazókeret az utazókeret volt, ami tulajdonképpen a Szuperligában is pályára fog lépni. Kik voltak, milyen erőségek voltak az ellenfelek?
A hazai csapat, a Marosvásárhely csapat az ottani felsőligában játszik. A teatrai csapatjukat is indították, a Magyar Kanizsai csapat indult, és még két hazai csapat, tehát 6 csapat vett részt ezen a torán. Hogyan alakult a verseny? Számunkra nagyon jól alakult, ahhoz képest, hogy minimális edzéssel vettünk részt ezen a versenyen, ugyanis tulajdonképpen 2 hét felkészüléssel indultunk ennek a tornának, ahhoz képest az eredményünk egy olyan jó közepesnek számít csapatszinten. Egyéni szinten Magyar Ősi Péter eredmény az vissza szenzációs 611 fával megnyerte az egyéni versenyt. Említetted, hogy 2 hete edzettek, ahhoz képest megfelelő volt az a csapat eredmény. Egy hónap van hátra a bajnoki rajtig. Mi addig a program, hol tudtok még fejlődni? A hazai edzéseken kívül a Szolnokra megyünk majd Tiszakupára, ott is Tiszakupa néven rendezik a versenyt. 2 év után visszakerült a Szuperligába a Szolnok csapatra, ezért természetesen elmegyünk mi is erre a kupára, hiszen ősszel fogunk náluk majd meccset játszani. Azon kívül más felkészülési torna jelen pillanatban nincsen betervezve. 2 csapattal nőtt a Szuperliga létszáma, milyen bajnokságra lehet számítani? Most felemelt a szövetség 2 főre, 12 főre, így nem lesz rájátszás. Ez szerintem jó dolog, csak egyenes ági versenyek lesznek. Szerintem nehezebb lesz most a tani szezon számunkra is. Az első évben ugye Ózra jártunk vendégségbe, akkor úgy tekintettek ránk, hogy egy kieső jelölt csapat. Bennmaradtunk szerencsére. Tavaly ugye új pályát kaptunk, ez megint egy nehézséget jelentett. Ebben az évben viszont már szerintem készülnek ránk, tehát nehezebb lesz ez a szezon számunkra. Mi jelenthet könnyebbséget? Ugye Magyar Ősi Péter eddig nagyon kevés edzésen tudott részleni, a minden igaz, most már itt lesz Nyíregyházán is rendre látogatja az edzéseket, viszont elképzelhető, hogy Fint az Zoltán nem fog minden meccsen pályára lépni, tehát mire számíthattok? Petinek az eredménye az feltétlenül jó a csapat szempontjából, ugyanis neki az idegenbeli eredménye volt, hogy jobb a hazai, kevésbé. Számunkra az a fontos, hogy minden hazai mérkőzést, tehát a konkurensekkel szemben megnyerjünk, és idegenben azt a lehetőség szerint, amiket tavaly megfogtuk, azokat sikerüljön megnyerni. Zolinak a játékára feltétlen szükség van, de tudomásul veszük, hogyha bizonyos mérkőzéseken nem tudna részt venni, ezért megpróbáljuk helyettesíteni. Mint ezen a versenyen is, a Marosvásárhelyi versenyen. Személy szerint magadtól milyen szezont vársz? Szeretnék jobbat, mint a tavalyi szezonban, de ez természetesen sok tényezőtől függ. Az edzés az adott szerencsére, a pálya adott, így gyakorlatilag rajtunk múlik, hogy mit produkálunk. A nyíregyházi Leveleki Bence 683 cm-es teljesítménnyel a 6. helyen végzett a Tbilisziben megrendezett Európai Olimpiai Ifjúsági Fesztiválon. Bakos Inés Szentszelika tanítványa mindössze 5 cm-re maradt el az ezüstéremtől. Egyedüli nyíregyházi sportolóként vehettél részt Tbilisziben az Európai Olimpiai Fesztiválon. Mikor tudtad meg, hogy utazol Grúziába? Június 15-én tudtam meg, hogy utazok, akkor volt az utazókeret megkérdetése. És hát nagyon örültem neki, hogy azért véglegesen is megtudtam, hogy én fogok utazni Tbilisziben. Milyen célokkal álltál rajthoz? Úgy akartam, hogy először is a 12-es döntőbe bekerüljek, aztán a 8-8-asba, amit azért sikerült is megtennem. Végül hogy alakult a verseny? 6. lettél, de nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy érmet is szerez. Nagyon örültem a 6. helynek, hogyha nekem ezt a verseny előtt mondják, én nagyon örültem volna neki. De azért így, hogy éppen a szendikán múlott a dobogó, ezért picit szomorú vagyok miatta. Milyen volt egyébként a hangulat ennek a viadalnak? Nagyon nagy élmény, szóval azért ez egy, az olimpiai faluban azért ez egy hatalmas élmény, a többi sportoló ugye együtt szurkolni a magyaroknak, meg más nemzetekkel beszélgetni, ez egy hatalmas élmény volt számomra. Rajthoz álltál a váltóban is, az viszont nem úgy sikerült, hogy szerettétek volna, mi történt? Időfutamban azért sikerült megcsinálnunk valamennyire, és bejutottuk a döntőben. Aztán a döntőben valamennyire elizgultunk, és a csapattársam későn indult el, így nem tudtam a kezébe rakni, és is sajnos elejtettük a botot, pedig azért ott is dobogó esélyünk volt. Meg lehetett volna ott is a dobogón. Ettől függetlenül, mint mondtad, nagy élmény volt számodra ez a verseny. Mi lesz a következő időszak, következő évek programja, milyen korosztályos világversenyeken tudsz majd indulni? Jövőre lesz az Ifjúsági Európa-bajnokság ugyanúgy Tbilisziben, ahova azért szeretnék kijutni, és hát ott is ugyanúgy először döntőbe szeretnék kerülni, meg azért még az idén 1 hét minten fölött ugrást azért be szeretnék mutatni itt a magyar mezőnyben. Távlatilag mi a célod? Egyszer talán az olimpiára is azért ki szeretnék jutni, mert azért ez egy még egy nagyobb élmény lehet, és azért az meg akarom, hogy sikerüljön, mert ez egy hatalmas dolog egy sportoló számára. Az a célom, hogy egyszer az sikerüljön. Leveleki Bence edzője, Bakos Inés Szentszelika, ő viszont edzőtáborban, úgyhogy hivatalból van távol, de néhány szóval mutatj be ezt a fiatalembert, mit kell róla tudni.
Rendszeres erdőkorú versenyző, még ez volt a, ez az EOF volt az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, igazából az első olyan nagy nemzetközi verseny, amin részt vett. Én azt gondolom, hogy helytált. Az elvárás az az volt, hogy döntőbe kerüljön. Nagyon szoros versenyben 6. helyen végzett, néhány centi, 6 centi kellett volna azt a második helyezéshez, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szépen fejlődik, és nagyon jó távolról lehet belőle. Milyen erényei vannak? Mi szükséges az, hogy valaki jó távolról legyen? Bence alapjában nagyon gyors, 11 másodperc alatt tudja futni a 100 métert, ami elengedhetetlen az, hogy távolugrásban eredményes legyen valaki. Megnyerte az ötösugrást a bajnokságon a távolugrás mellett, tehát nagyon jól szögdel. Emellett technikailag nagyon képzett, tehát nagyon könnyen tanulja a mozgást, nagyon szépen ugrik távolt, szépen fut. Tehát ez mind adja azt, hogy eredményesen ugrik távolba. Nagyon sajnáljuk, hogy ezen az EOF-on nem volt egy pici szerencséje, mert általában messziről ugrott el, 15-20 centit hagyott ott, úgyhogy ha ezeknek valamelyik ugrásban ezt realizálni tudtam volna, akkor dobogóhelyen végezhetett volna. A hétvégén elutazik új csapatához a német harmadosztályú Vanheimhez Majoros Bence, az eddig nyírbátori színekben versenyző aszlai teniszező a pozsonyi ifjúsági Európa-bajnokságon elmaradt az általa vált eredménytől, de utolsó korosztályos világversenyén, az őszi világbajnokságon még javíthat a 18 éves pingpongozó. Az Európa-bajnokság óta nem volt alkalunk beszélni, hiszen Németországban tartózkodtál, nagy reményekkel utaztál a kontinens tornára, végül aztán nem igazán úgy sikerült minden, ahogy elképzeltette, hogy értékel ez a szereplésed. A felkészülés nagyon jó volt, meg én is nagyon sok jó eredményt vártam magamtól, azért minden meg is tettem, de most ez nem így alakult sajnos, nem jött ki a lépés egyik versenyszámba se, mindegyik versenyszámban 8 közé kaptam ki. Nem ment rosszul a játék, de tényleg valahogy most így nem jött össze se, hogy... Az Európa-bajnokság után kiutaztál az új állomásére Németországban, mivel telt az elmúlt hét? Ott kimentünk, aztán volt egy ilyen fotózás, meg megismerkedtem a csapattársakkal, a csapattal. Nagyon szimpatikusak nekem, nagyon ilyen családias hangulat van kint szerintem, nekem ez jött le, szóval nagyon tetszik az egész. A jövő hét elején ismét kiutazol Németországba, ezúttal egy hónapra, mit tudsz a programról? 9-én most vasárnap megyek, aztán kint leszek szeptember közepéig, szeptemberig edzőtábor, tehát addig edzünk nagyon sokat, kondizunk. A felkészülés lesz aztán szeptember 5-én és 6-án lesz az első meccsem az új csapattal, és majd szeptember közepén, mielőtt hazajönnék, fogunk menni a belga nőtt nemzetközire. Most már lehet értékelni, gondolom azért beszélgettél is, meg gondolkodtál is egy picit ezen az időszakon, vagy azon az időszakon, amit most már lezártál magad mögött Nyírbátorban. Hogyan tekintesz vissza, hiszen ott lettél gyakorlatilag egy kezdő játékosból, a korosztályban világszerte ismert játékos? Elég hosszú időszak volt, tehát ugye 10 év. Hát igazából tényleg, hogyha nincsen Csekősanyiban, meg az egész klub, akik mögöttem álltak és segítettek mindenbe, akkor én közel se tudtam volna eddig eljutni. Tehát az ő munkájuk, segítségük nagyon sokat jelent nekem, és nagyon sokat számított. Tűztél ki magad elé valamilyen célokat a németországi első évre? Konkrét célokat nem nagyon, mármint így eredményesség szempontjából, mert nem nagyon ismerem az ellenfél csapatokat, a játékosokat, nem tudom, hogy milyen lesz a bajnokság, milyen erősségű. Hát nyilván minél több meccset szeretnék nyerni, de igazából most ez nekem ilyen tanuló év lesz, hogy megszokjam, hogy milyen ott kint egy másik ligába játszani, egy más csapat, teljesen más légkör. Egyébként milyen körülmények között fogsz élni, hiszen még mindig fiatal vagy, és azért ez egy teljesen új közeg. Ugye Oxenhausen fogok majd edzeni, ott lesz majd egy külön lakásunk, ott fogok majd lakni a többi játékossal, aki már kint van régebb óta. Aztán, hogyha Weinheimben lesz a meccsünk, akkor meg ott egy szállodába. Novemberben még lesz egy ifjúsági világbajnokság, ott asztalhoz tudsz állni, mi a jelenlegi helyzet? Elvileg úgy néz ki, hogy ilyen, hogy ott fogok tudni játszani. Elején ez gondot okozott, mert úgy volt, hogy meccsünk lesz, és hogy akkor nem fog tudni kimenni, de hála Istennek sikerült úgy megoldani, hogy ki tudjak menni. A válogatottból kiöregsz az ifjúsági korosztályból, a következő lépés a felnőtt szint. Hány évet adsz magadnak, vagy pedig már most bekerülsz esetleg a felnőtt keretbe? Fogok járogatni azért versenyekre, nyilván nem a nagyobbakra, meg a komolyabbakra,
inkább az ilyen B-kategóriás versenyekre, de ott én ilyen két-három évet szánok rá szerintem, hogy annyi kell, hogy így megszokjam a versenyt, tehát a felnőtt versenyeknek a légkörét, mert teljesen más, mint egy utánpótlás versenynek a légköre. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!